Ennek az a lényege, hogy 2020-at írunk, és akkor elétettünk egy nagyobb vállalást, és hát én gondoltam ki azt, hogy ha 2020-ban vagyunk, akkor 2020 kilométert kell letekerni. Az már csak egy dolog, hogy ki hogy bírja és mennyi idő alatt, de mindenképpen Magyarországon belül szerettem volna ezt megvalósítani. Ez egy régi álmom volt, amikor elkezdtem kerékpározni egy 3 évvel ezelőtt, ugye én 50 kilót fogytam kerékpározással, és akkor utána egy daganatos betegségem lett, a sors vintoraként, és akkor kisebb-nagyobb kihagyásokkal a műtétek között tudtam kerékpározni, spinning edzősködni, de a tekerés az mindig is része volt az életemnek azóta, és mindig meg szerettem volna valósítani egy nagyobb tekerést. Ugye 1000 kilométert már tekertem a BRM túrán, és az sima ügy volt. Most régóta nem ültem kerékpáron, de minden fejben dől el ezeknél a nagyobb túráknál, és mivel nem időre megy, és nem verseny, ezért szépen kényelmesen, nyugodtan egy napi 200-300 km közötti távot meg lehet valósítani, mert azért nem felejtettünk el kerékpározni. És reméljük, hogy a kondíciónk is meg lesz hozzá. Mindenféleképpen a kerékpározást népszerűsíteném, és mivel ezzel a betegséggel küzdök, és előtte én daganatos gyerekek megsegítéséért tekertem már sokat, ezért ez a mostani is arról szól, hogy lesz egy alapítvány, aminek a bankszámlaszáma folyamatosan látható lesz, és így bárki bármekkora összeget támogathatja ezt az alapítványt. A cél pedig az, hogy ez az Iron Bike 2020, ez a Szabó Zoltánnak az ötlete. Ő mellé rakott egy ilyen teljesíthető kihívást, ami jövőre folytatódik. 7 szakaszra van bontva. Mai nap Zalaegerszeg, Hévíz Zalaegerszeg Sopron, Szombathely Sopron. Sopronban lesz a szállásunk, holnap Sopron Budapest, utána a kemény tempó meg a kemény menet az Budapest Miskolc, a északi középhegység végig. Akkor utána Miskolctól azokat a várakat ott megnézzük, megmásszuk azokat a hegyeket, az Emplénnek a lankáit, és utána pedig elmegyünk délre, Tisza, az új Tisza kerékpáros híd, akkor azt hiszem Szegedet megcélozzuk, utána Pécs, és úgy egy laza befejezést szerveztek nekem a szervezők. Pécsről Kenese felé, északi parton, a Balatonnál Zalakarost veszük célban. Ugye most, hogy volt a koronavírus, nyilván mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán ki se tudunk mozdulni. Egy hónappal ezelőtt még azt gondoltuk, hogy ki se tudunk mozdulni a házainkból. Ahhoz képest most azért elég jó alakult a helyzet, jó vettük az első akadályokat, és akkor azt szeretnénk megmutatni, hogy Magyarországon belül is lehet csodálatos helyeken nyaralni. Tehát a belföldi turizmus népszerűsítése, ezen belül a kerékpáros sport, ami a koronavírusnak szerintem köszönhetően iszonyatosan népszerű lett. Tehát elmondhatatlan, hogy milyen szintű kerékpárvásárlásba kezdtek az emberek ez alatt az idő alatt. Kifosztották a kerékpárüzleteket, úgyhogy mindenki most kerékpározhat. Azt mindenki tudja, hogy őszinte ember vagyok, hogyha fájni fog, azt is el fogom mondani őszintén, tehát az interjúkban, a leírásokban, mindenhol őszintén el fogom mondani, hogy mit érzek valójában a tekerés közben. Lesznek fájdalmas szakaszok, de hát gyönyörű, csodálatos helyeken fogunk tekerni, ahol még én sem voltam, és ez most egy nagyon-nagyon nagy kihívás, meg egy hatalmas nagy élmény, és egy nagyon-nagyon neves cél.